Ugorodik a másodlagos munkaerőpiac. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az eddigiekhez képest 23%-kal kevesebb a közfoglalkoztatott. Új mentőgépkocsit adtak át, a jármű annak az egészségügyi fejlesztési csomagnak a része, amellyel a megye ellátását korszerűsítik. Fejlesztik a tájgazdálkodást, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös projektjében többek között 3 vízpótló csatornát építenek és 73 műtárgyat újítanak fel. Zsugorodik a másodlagos munkaerőpiac, 40 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma itthon, mondta el szerkesztőségünknek Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár tegnap a pályaválasztási kiállításon. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az eddigiekhez képest 23%-kal kevesebb a közfoglalkoztatott. Probléma, hogy a közmunkások csaknem felének csupán általános iskolai végzettsége van, ezért képzésekkel segítik valamilyen szakképzettséghez a munkavállalót. Ilyen kézműves termékek készülnek ebben a Kálusemjéni műhelyben, ahol közfoglalkoztatásban dolgoznak a helybeli nők. A településen negyedik éve működik a manufaktúra, az elkészült termékeket vásárokon értékesíti a település. Kálusemjénben tavaly 180-an vettek részt közmunkaprogramban, idén 110 fő dolgozik összesen közmunkásként. A település üzemeltetési feladatait is közmunkások látják el. Azt vesszük észre, hogy az elmúlt időszakban a nagy cégeknek a fejlesztése révén itt helyben folyamatosan munkaerő toborzás van. Az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben legalább 10-15 ilyen alkalmat tudnék elmondani, vagy meghatározni. Azt látható még, hogy a közfoglalkoztatásban a résztvevőknek a száma döntő részben az elsődleges munkaerőpiacra ment ki, tehát a tavalyi évhez képest a 180-ról 110-re. Ennek a döntő része az ezekben a cégekben talált lehetőséget. A közfoglalkoztatásból kilépőket nyomon követik. Ezen a grafikonon látható, hogy országos szinten 40 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma. Az előző évekhez képest többen vannak, akik a másodlagos munkaerőpiacon már csak rövidebb ideig dolgoznak. Tegnap a nyíregyházi pályaválasztási kiállításon a munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár elmondta, lehetséges tovább csökkenteni a létszámot a közmunkában, hiszen képzési, átképzési programok is indultak ennek érdekében. 23%-kal kevesebb az idei közfoglalkoztatott létszáma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, mint akár csak a tavalyi volt. Országosan ez 40 ezer fő egyébként, tehát annyival vannak kevesebben. Minden erőforrást, minden lehetőséget kihasználunk arra, és biztatunk, motiválunk, próbálunk motiválni minden közfoglalkoztatottat, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és keressen sokkal több pénzt, és valósítsa meg önmagát, mert nyilvánvalóan az elsődleges munkaerőpiacon sokkal komolyabb kereseteket lehet elérni, mint a közfoglalkoztatásban. Hozzátette, a közfoglalkoztatás alapvető célja, hogy azokat is a munka világában tartsa, akik tartósan vagy átmenetileg nem tudnak elhelyezkedni. Tavaly már azok száma is csökkent, akik korábban hosszabb ideig beragadtak a közfoglalkoztatásban, ám továbbra is magas azoknak a munkavállalóknak a száma, akik csak közmunkát tudnak vállalni, leginkább alacsony képzettségük miatt. Új mentőgépkocsit adtak át csütörtökön az Országos Mentőszolgálat nyíregyházi mentőállomásán. A jármű annak az egészségügyi fejlesztési csomagnak a része, amellyel a megye ellátását korszerűsítik. Ide tartozik a tömbkórház program, valamint a kétszintes parkoló megépítése is. Az új autót további 7 átadása követi majd. Az Országos Mentőszolgálat januártól az ország összes roham és esett kocsiját lecseréli új, modern járművekre. Most Nyíregyházán adták át az első ilyen korszerű mentőautót. Ez azért is fontos lépés, hiszen a megyében kiemelt szerepet kap az emberek egészségének és életének a megóvása. Mindannyian nagyobb biztonságba kerülünk. Nyíregyházán átadásra került egy esetkocsi jelen pillanatban, ami Nyíregyházának és a térségének a biztonságát szolgálja. Ezt követően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe újabb 7 ilyen autó fog érkezni még a napokban, illetve a hetekben, miáltal gyakorlatilag a megye összes esetkocsia lecserélésre kerül, egy jóval modernebb eszközökre, jobban felszerelt gépjárműveket kaphat így a mentőszolgálat. Ez csak az egyik lépése annak a kormányzati programnak, melyel a térség egészségügyi ellátását fejlesztik.
Megépítésre került egy tömbkórházrendszer, amely a benne lévő eszközök beszerzésével és felújításával együtt 16 milliárd forintból valósult meg, jelenleg pedig egy új parkolórendszer építése zajlik. A kormányzat figyel az egészségügyi rendszerre, természetesen tudjuk, hogy állandó fejlesztésre van szükség, különösen itt Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol az emberek életesélyei a nehéz élet következtében, bizonyos betegségek tekintetében rosszabbak, mint a fővárosban, vagy éppen a Dunántúlon. Ezért is örülünk ennek a mentőautónak, mert ez egy igazán korszerűen felszerelt, közel 20 milliós eszközparkkal rendelkezik benn a mentőautóban. A roham esetkocsi a legmagasabb szintű orvostechnikai eszközökkel van felszerelve, így bármilyen életfunkciót lehet pótolni, és a kórházba érkezésig fenntartani, legyen szó újraélesztésről, vagy bármilyen balesetről. Az országos mentőszolgálat éve szinte 40 millió kilométert tesz meg a gépjárműveivel, és mintegy 1 millió esetet látunk el, gyakorlatilag minden tizedik emberhez közünk van. Ez majd csak igaz itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, hiszen itt 3 millió kilométert mennek a bajtársaink a megyében, és mintegy 80 ezer esetet látunk el. Tehát egy nagyon forgalmas és terhelt, kellően esetekben terhelt megyével állunk szemben. Ezért is fontos, hogy új és korszerű mentéstechnikai eszközök álljanak szolgálatban. A mentőautó felszereltségének kialakításában szerepet kaptak a mentősök is, akik nap mint nap használják az eszközöket. 1,2 milliárd forintból fejlesztik a tájgazdálkodást a Beregben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös projektjében többek között 3 vízpótló csatornát építenek, és 73 műtárgyat újítanak fel. A cél a megfelelő belvíz elvezetés. Lakossági fórumot tartottak Vásárosnaményban, ahol a tájvízgazdálkodási beruházásokat mutatták be az érdeklődőknek. A következő időszakban több mint 56 kilométer hosszú csatornarendszert újítanak fel, de rekonstruálnak 73 műtárgyat és 3 vízpótló csatornát is építenek a megyében. Ezek célja a Beregben keletkező belvizek visszatartása, a megfelelő vízpótlás és a talajvízszintek emelése. A meglévő belvízcsatorna hálózat felújítása fog történni, csatorna rekonstrukciókat hajtunk végre, és egyúttal vízkormányzó, vízpótló létesítményeket is építünk. Két helyen lesz vízkivételi mű építése, ami lehetőséget biztosít majd ökológiai vízpótlásra, nemzeti parkos vízpótlásra, vagy gazdálkodóknak öntöző vízszolgáltatásra. A Tisza bal partján az ukrán határ mellett, valamint a már meglévő beregi árapasztó tározó vízpótló csatornájánál várhatóak majd ezek a fejlesztések. A beruházást Keopos pályázati forrásból az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen valósítja meg a Feti Vízig. A kormány határozat alapján 1,2 milliárd bruttó forint keretben lett meghatározva az összeg, és igazából ez a projekt kapcsolódik az előző uniós időszakban megvalósult beregi árapasztó projekthez, és az idő hiányában abban az időszakban nem valósulhatott meg, ezért ez a 2014-20-as uniós támogatási rendszer keretében valósul meg. A pályázati lehetőségre 2015-ben volt módunk, és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közös konzorciumot hozott létre, és közösen pályáztunk ennek a projektnek a megvalósítására. A beruházás jelenleg a kivitelezés stádiumában áll. A tervek szerint a munkálatok 2018. augusztus végén befejeződnek. Évente mintegy 2000 halálesetet okoz az emlődaganat hazánkban. Október a merrák elleni kampány hónapja. A figyelemfelhívás azért is fontos, mert a korai stádiumban felismert betegség gyógyítható. Ehhez szükséges azonban a rendszeres szűrővizsgálat. A kormány szervezett emlőszűrési programjának köszönhetően már több mint 9000 rosszindulatú daganatot fedeztek fel. Céljuk a 100%-os részvételi arány a szűrővizsgálatokon. A 70-es évektől folyamatosan nő a merrákkal diagnosztizáltak száma, ez a nők egyik leggyakoribb megbetegedése. Egyes adatok szerint átlagosan minden hetedik nőben kialakul. Éppen ezért a 20 és 39 év közötti korosztálynak 3 évente ajánlott szűrővizsgálatokra járni, a 40 év felettieknek azonban minden évben javasolt.
Az emlőrák kialakulásának rizikóját növelhetik hormonális, életmódbeli és környezeti tényezők, de az egyén genetikai adottságai is hatással lehetnek a betegség kialakulására. Veszélye az életkorral együtt is nő. A mellrák az egy olyan típusú rák, ami tapintható, tehát legalább azokban a rák típusokban kellene előrelépéseket elérnünk, ami viszonylag egy egyszerű vizsgálattal, önvizsgálattal, vagy egy egyszerű szűrővizsgálattal kideríthető. A mellrák kapcsán egy viszonylag jó és bejáratott szűrőprogram van. 50 év fölött a praxisomban is a hölgyeket hívja egy országos rendszer. Egy behívót kapnak, egy meghívót és egy időpontot, amivel megjelenhetnek a mammográfiás állomáson, és egy emlőrák szűrésen vehetnek részt. A kormány évente 500 ezer meghívót küld ki a veszélyeztetett csoportba tartozók számára. A szűrésen való részvételi arány azonban 45%-os. A szervezet emlőszűrésre a 45-65 év közötti nők két évente kapnak beutalót. A program indulása óta több mint 9000 rossz indulatú daganatot fedeztek fel, írja a medicalonline.hu. Országos átlagban a 45% a részvételi arány, itt Szabolcsban ez viszonylag jobb az adatok szerint, de még mindig azt lehet mondani, hogy nagyjából behívott pácienseknek csak a fele jut el vizsgálatra, és ezzel gyakorlatilag egy elég nagy hányat kiesik a rendszeres szűrővizsgálatból. Erre is a mellrák szűrésére és a méhnyakrák vagy egyéb más nőgyászati ráktípusok szűrésére is az a tanács, hogy 50 év felett azért legalább két évente érdemes volna a nőgyászhoz eljutni, illetve a mammográfiás vizsgálatra, hiszen ezek olyan ráktípusok, amik időben vizsgálatra kerülve, időben felfedezve jó eséllyel gyógyíthatóak. Fontos kiemelni azt is, hogy bár a mellben talált daganatos megbetegedéseket női betegségnek titulálják, a férfiaknál is kialakulhatnak. Ez az esetek mindössze 1%-a, azonban jellemző, hogy ők már a betegség egy előre haladott stádiumában fordulnak orvoshoz. Egy igazi családi történettel, a Diótörő herceggel készülnek a közönség számára a Móri Zsigmond Színház színészei. A bemutatóról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Sikeresen szerepeltek az NVSC Big Boxing versenyzői a Bükön megrendezett 21. női ökölvívó országos bajnokságon. A nyíregyháziak egy arannyal, egy ezüsttel, egy bronzzal és 2/5. Hellyel térhettek haza. Jól zártak a nyíregyházi Varga Péter csapatvezető által irányított magyar sakkozók az Uruguayban rendezett korcsoportos világbajnokságon. Érseki Tamara a 17., Egyed Judit a 22., Marosi Levente pedig a 23. helyet szerezte meg a világversenyen. Egy igazi családi történettel, a Diótörő herceggel készülnek a közönség számára a Móri Zsigmond Színház színészei. Az előadás ajánlott mindenkinek, aki szeret álmodni, szereti a szép meséket, hisz a csodákban és főleg a szeretet erejében. A premier október 13-án lesz a színház nagy színpadán. Marika, Frici, a Diótörő, az Egérkirály, Pirlipát hercegnő, a nagy csaták és rémisztő kalandok, a lázas betegségében a játékaiban gyógyulást találó leányka. A Diótörő egy mesebeli zenés darab mindenkinek, aki szereti a szép történeteket, szereti a csodákat és szeret szeretni. A látványos produkcióban az Egérkirály bájos hangonosz figurája küzd az emberek szeretetéért, és úgy gondolja, ha legyőzi a babákat és magukat, szép egereket állítja a helyükre, az ember gyerekek majd velük játszanak, őket fogják szeretni. A Diótörő eredeti mesét E.T.A. Hoffman írta, de Csajkovszki balettje nyomán lett igazán világhírű. A Kapet Zsuzsa és Gotár Péter nevéhez fűződő változatát Selmeci György nagyszerű a magyar kultúrából, a népzenéből, a gyermekjátékok gazdag világából, de még az operett műfajából is ihletet merítő zenéjével a kaposvári Csiki Gergely Színházban mutatták be. A nyíregyházi nagy színpadon most Oly Tamás rendezésében elevenedik meg a történet, akinek első mesedarabja igen közel áll a szívéhez. Oly Tamás az eredeti változatot több dologgal is színesítette. Az rosszul, hogy modernizálunk, inkább azt mondanám, hogy a pillanatnyi ötletei a színészeinknek nekünk, és az, amiben éppen most élünk, ami körülvesz minket, ebből is próbáltunk meríteni benne, tehát nálunk nem fakardokkal szaladgálnak, hanem fénykardokkal. A Krakatuk dió, amit őriz az Egérkirály, az az eredeti mesébe, a koronájába egy effektíve egy dió volt, mi nálunk ez a szemébe van, itt van a bal szeme helyén őrzi ezt a Krakatuk diót, ami szintén egy ilyen mágikus lézer sugárral képes operálni, tehát
Igen, én úgy gondolom, hogy sikerült sok irányba egy kicsit személyre szabni ezt az előadást. Ahhoz pedig, hogy mindez vizuálisan is erős hatást érjen el, Lakatos Márk felel. Ez egy nagyon vagány, Selmeci György zenéjével és Gotár Péter szövegével készült musical. Tehát eleve már ugye ez ad egy olyan szűrőt az egészre, ami ugye ezt a mesevilágot, ezt a nagyon szép gyerekmesét, azért egy kicsit ilyen groteszk, néha humoros, néha parodisztikus irányba viszi el, és valahogy ezt szerettük volna a jelmezekben is és a látványban is megteremteni. Abból indultunk ki, hogy ugye karácsonykor egy gyerekmesét mi az, ami a legjobban kifejezhet, a gyerekrajzok. A gyerekrajzoknak a világa, a naiv ugye az a fajta stilizáció, amivel a gyerekek elképzelik a világot. Minden fekete vagy fehér, minden nagyon sokszínű, minden ilyen óriási firkákkal és kontúrokkal van, és valahogy ez indította be a fantáziánkat a látványvilág szempontjából is. Az egész gyakorlatilag egy babaház, vagy egy nagy fehér ajándékdoboz, amit szétszedünk, kicsomagolunk, összerakunk, és folyamatosan különféle anyagokat vetítünk rá. Diótörő szerepében Horváth Viktort láthatja a közönség, aki elmondása szerint könnyen azonosulni tudott a karakterrel. Számos dologban hasonlítanak egymásra. A hozzáállása igazából a dolgokhoz, szóval mindig a cél van a szeme előtt a diótörőnek, és ő bátran előre is áll, és ő azt mondja, hogy na akkor mindent, akkor meg kell most tegyünk azért, hogy ezt a célunkat elérjünk, és akkor szépen céltudatosan halad előre azért, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. A Diótörő Herceg című darabot október 13-ától láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. Sikeresen szerepeltek az NVSC Big Boxing versenyzői a Bükön megrendezett 21. női ökölvívó országos bajnokságon. A nyíregyháziak egy arannyal, egy ezüsttel, egy bronzzal és 2/5. Hellyel térhettek haza. 150-en léptek szorítóba az elmúlt hétvégén Bükön, ahol a 21. női ökölvívó bajnokságot rendezték. A megmérettetésen az NVSC Big Boxing is képviselte magát, 5 versenyzője közül 3-an is dobogós helyezést értek el. Szép eredmény, de igazán van hiányérzetünk is, mivel az egyik legeredményesebb versenyzők csak ezüstérmes tudott lenni a döntőbe, szoros vereséggel kikapott, legalábbis a bírók úgy látták. Az érmeseink Kovács Klári magyar bajnok lett 54 kg-ban, 8 évvel ezelőtt volt először magyar bajnok, és 8 év után sikerült neki újra, ami egy nagyon komoly eredmény és siker felnőtt korosztályban. Az ezüstérmesünk az Nagy Kitti, ő is felnőtt korosztály 57 kg-ban, ő a döntőben 3-2-es pontozással, mint ahogy mondtam, bíróknál alul maradt, illetve van egy junior 80 kg-ban egy bronzérmünk, egy kezdőlány, akinek első versenye volt, és 2/5. Helyünk van, Vastag Sára, illetve Magyar Boglárka révén. Kovács Klára 2008-ban már állhatott a dobogó legmagasabb fokán, azóta folyamatosan azért küzdött, hogy ismét az első helyen végezhessen. Nagyjából az ellenfelemet, hát azt nem mondom, hogy ismertem, mert még nem találkoztunk soha, de néhány magyar bajnokságon már láttam mérkőzni, és az mindenképpen biztató volt, hogy olyantól kapott ki, akit én például tavaly megvertem. És így bíztunk a képességeimben és az elvégzett munkában, úgyhogy így ezzel felvértezve vágtunk neki a döntőnek, és végül is úgy sikerült, ahogy szerettük volna, tehát igazából én nehezebb meccsre számítottam, de aztán már menet közben az elején is láttuk, hogy valószínűleg meg fogom tudni oldani, és ez is sikerült is. Az ökölvívók számára nincs pihenés, a soron következő hétvégén már a 4 nemzet tornán bizonyíthat az NVSC Big Boxing egy másik ökölvívója, a magyar válogatott Kovács Rihárd. Én úgy érzem, nagyon jó felkészülésem vagyok túl, a mai nap is nagyon kemény edzés volt, úgy érzem, hogy jól felkészültem. Egy jó ökölvívás várok magamtól a tornán, remélem, hogy jól fog sikerülni. Kovács Rihárd a budapesti tornán a 64 kg-os súlycsoportban, egy honfitársán kívül még egy szlovák és egy horvát ökölvívóval verseng a végső győzelemért. Jól zártak a nyíregyházi Varga Péter csapatvezető által irányított magyar sakkozók az Uruguayban rendezett korcsoportos világbajnokságon. Jerseki Tamara a 17., Egyed Judit a 22., Marosi Levente pedig a 23. helyet szerezte meg a világversenyen. 2 éve Görögországban még közel 1600 versenyző ült asztalhoz a korosztályos világbajnokságon, azóta viszont jelentős változáson ment keresztül a lebonyolítás menete, és a Nemzetközi Sakkszövetség döntése értelmében 2 korosztályra bontották a versenyzőket.
Ennek köszönhetően idén szeptember végén 385 részvevővel kezdték meg Uruguay fővárosában. Montevideóban az ifjúsági sakkvilágbajnokságot 142 címviselő részvételével 6 korcsoportban. Maga a mezőny, tehát azért erős, mert ugye a legjobb ugye amerikaiak, kínaiak, indiaiak ott vannak ezen a világbajnokságon, ugye velük meg kell küzdeni, viszont jóval kevesebb európai szuperjátékos van, akik ugye éremre esélyesek lennének, tehát így én úgy gondolnám, hogy sokkal gyengébb a középmezőny, tehát sokkal könnyebben úgymond az élmezőnyhöz lehet csatlakozni, viszont ott meg nagyon erős és nagyon jó játékosok vannak. A magyar színeket 3 versenyző képviselte Montevideóban, akik néhány zavaró tényező ellenére sikeresen helytáltak. A verseny ugye lehetett volna egy picit jobb is, több pont maradt bent a játékosokban, de én úgy gondolom, hogy mindenki, amit tudott, megtett. Ugye nagyon nehéz volt itt a szervezési dolgokkal ugye megbarátkozni. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye van egy 5 órás eltolódás, időeltolódás, ott ugye, és amikor elkezdődött a maga a világbajnokság, de gyakorlatilag a második nap már ilyen dupla fordulót kellett játszani, tehát még a gyerekek nem álltak át, és tehát magyar idő szerint este 10 órakor kezdődött a délutáni forduló, és hajnal 2-3-ig tartott a játszmájuk, ugye ezt nagyon nehéz volt megszokni, átállni, de utána egy 2-3 nap után már felvették a ritmust. Az ifjúsági világbajnokságon Érseki Tamara állt közel a legnagyobb sikerhez, majdnem sikerült az első 10-be kerülnie, azonban az utolsó fordulóban döntetlent játszott, így a 17. helyet szerezte meg. Rajta kívül a többiek is szépen teljesítettek, Egyed Judit a 22., Marosi Levente pedig a 23. helyen zárt a világversenyen. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, néhány mondatban. Zsugorodik a másodlagos munkaerőpiac, 40 ezerrel csökkent a közfoglalkoztatottak száma itthon, mondta el szerkesztőségünknek Simon Attila István munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár tegnap a pályaválasztási kiállításon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az eddigiekhez képest 23%-kal kevesebb a közfoglalkoztatott. Probléma, hogy a közmunkások csak nem felének, csupán általános iskolai végzettsége van, ezért képzésekkel segítik valamilyen szakképzettséghez a munkavállalót. Új mentőgépkocsit adtak át csütörtökön az Országos Mentőszolgálat Nyíregyházi mentőállomásán. A jármű annak az egészségügyi fejlesztési csomagnak a része, amellyel a megye ellátását korszerűsítik. Ide tartozik a tömb kórház program, valamint a kétszintes parkoló megépítése is. Az új autót további 7 átadása követi majd. 1,2 milliárd forintból fejlesztik a tájgazdálkodást a Berekben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság közös projektjében többek között 3 vízpótló csatornát építenek, és 73 műtárgyat újítanak fel. A cél a megfelelő belvíz elvezetés. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 12-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik holnapunkon is. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, északról hideg front érinti hazánkat, de a front sem jelentős lehűlést, sem csapadékot nem hoz. A front mögött több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél. Az előttünk álló éjszakán változóan felhős időjárás várható, csapadék nem valószínű. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szél időnként megélénkül. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok körül alakul. Hidegfronti hatás van térségünkben.
A hétvégén és a jövő hét elején egy anticiklonnak köszönhetően csendes, nyugodt időjárás várható, csapadék nem valószínű. Általában gyengén felhős, napos idő lesz jellemző, ugyanakkor, főleg az éjszakai, reggeli órákban többfelé számítani lehet párásságra, ködfoltokra. A hőmérséklet jó néhány fokkal az átlagos felett alakul, délutánonként több helyen 20 fok fölé melegszik fel a levegő.